Szép estét kívánok! Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amelynek keretében bemutatjuk azokat a sportlegendákat, akik sokat tettek azért, hogy Székesfehérvárt sportvárosként említsék szerte Magyarországon és országhatárainkon túl is. Vendégem Kóger Dániel, tisztelettel köszöntelek, a magyar jégkorong egyik legendája, aki itt van köztünk, hála Istennek. Először is hadd gratuláljak egyik oldalról a bajnoki ezüsthöz, hiszen az azért egy fontos adalék, másrészt pedig hát az A csoportba való feljutáshoz mindenképpen érdeklődéssel néztük a döntőket, illetve a VB-t egyaránt. Nos, hát azt hiszem, hogy ha valaki ezt a nevet kimondja, hogy Kóger, akkor egyértelműen jégkoronggal azonosítja, édesapádokán is, hiszen ő is egy legenda, én azt hiszem, hogy nagyon fontos az indítatás egy családban. Nálatok meg alapvetés volt. Alapvetés volt, hogy már 7 évesen ott voltál, ahol annál? Én is köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy igen, egy picit visszább mennék, már egészen 3 éves koromba húzott először édesapa korit a lábamra, ami állításuk szerint még az első pillanatban nem annyira tetszett, de aztán én szerettem volna újra a jégpálya közelébe lenni. És hogyha ebből indulunk ki, akkor szerintem igen, alapvető volt az, hogy én jégkorongozni fogok. Én is ezt akartam, szerencsére olyan szülői támogatásom volt, ami soha nem erőltette rám azt, hogy én ezt mindenáron szeressem, hanem ez így kialakult, úgyhogy 7 évesen már tényleg a Volán színeiben csapatban szerepelhetünk, amúgy sok olyan játékossal, akivel, vagy jó párral, akivel akár a mai napig még lépek egy jégre. Fontos, hogy a családot említetted, hiszen egyszer úgy fogalmaztál, hogy a család akkor működőképes, ha mindenki tesz érte. És én azt gondolom, hogy ez rátok kiemelten jellemző. Az utad, hiszen a tehetség megvolt benned, és ha szorgalommal párosul, akkor azt hiszem, hogy nem egyedi, hogy valaki folyamatosan lépkedi felfelé a lépcsőfokokat. Ez nálad is így történt. Igen, azt gondolom, hogy nagyon jó példa volt előttem, és példakép az édesapám, de említhetném az anyukámat is, vagy a család többi tagját, akik úgy szintén dolgozó emberek, és tényleg felelősségteljesen végzik el a munkájukat, és én ezt a sportban ugyanígy azt gondolom, hogy az ember át tudja illeszteni, hogy persze a nap végén ez csak egy időzőjelben egy játék, de valamilyen szinten felelősséggel vagyunk a csapattársaink iránt, a szurkolók iránt, úgyhogy már egész pici gyerekkorom óta azt gondolom, hogy profináltam ehhez a dologhoz, és szeretem volna a maximumot kihozni belőlem. Aztán persze az utam az jó párszor eltört egy-egy sérüléssel, vagy olyan dologgal, amitől akár meghátráltam volna, de nem vagyok az a könnyen feladók típus, úgyhogy ezekkel a nehézségekkel is szembe kellett nézni, és ez ezzel jár. Tehát ha fogalmazhatunk úgy, hogy óramű pontossággal zajlott az életed, és a tehetség és a szorgalom azért meghozta a gyümölcsét, hiszen már 2006-ot írtunk, amikor egészen fiatalon bemutatkozhattál a fehérvári titánoknál. A titánok ez egy fontos lépcsőfok volt számodra? Én szerintem az egyik legfontosabb lépcső volt a karrieremet nézve, hiszen már egészen fiatalon, ugye korábban előttünk is voltak akár a fehérvári jégkorongban olyan játékosok, akik megállhatták volna később a helyüket a magyar bajnokságban. Volt is jó pár, aki meg is állt, de azt gondolom, hogy elkezdett kialakulni egy nagyon nagy űr a junior és a felnőtt csapat között, hiszen akkor már tényleg az Inter ligába játszott a nagy csapatunk, és olyan bajnokságban olyan csapatok ellen szerepeltek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy aztán eljutott egy ebel szintig ez a felnőtt csapat, viszont nagyon nagy volt az űr a juniorhoz
viszonyítva, és ezt tökéletesen betöltötte a Titánok. Nem feltétlenül gondolnám, hogy 100%-osan készen álltunk arra, ami várt ránk akkor, amikor én 16 éves, 16-tól 17-re játszottam a Titánban, először is jó páran, ennyire fiatalok voltunk, és aztán az első meccsen azt hiszem 17-0-ra kaptunk ki ugye a nagy csapatunktól, de az igazolja, hogy mekkorát fejlődtünk, hogy az utolsó lejátszott meccsen már csak 7-2-re, úgyhogy a harmadik azt hiszem, hogy meg is tudtuk nyerni. Szóval az szerintem az egy év, az a Titánok év volt talán a legkiugróbb fejlődésünk, hogyha így az utánpótlás felnőtt körül akarom nézni. Ki volt a mestered? Ki volt az a mestered, aki ebben az időszakban, akitől nagyon sokat kaptál? Hát ugye a Titánoknál az édesapám volt az edző, de tényleg már korábban a Fekt Istvántól kezdve dolgoztak velünk olyan szakemberek, akik egyre inkább segítették azt a munkát, hogy mi ott azt akkor abban a felnőtt évben, úgymond felnőtt játékossá váljunk 16-17-18 évesen, és persze édesapám is, valószínűleg általam is 120%-on vette azt az évet, de általánosságban a fehérvári sportér és jégkorongér mindig is a maximumot adta, úgyhogy meg a mai napig látom, hogy egyáltalán magyar jégkorongér is, úgyhogy ott elindult egy éves olyan kaland igazából, hogy az édesapám volt az edző, én mint játékos, nyilván ez aki volt már ilyen helyzet, az tudja, hogy nem egyszerű így egy csapatunk belül, de mi szerintem tökéletesen megtaláltuk én tiszteletbe tartottam azt, hogy ő az edző, ő pedig keményen, hanem keményebben kezelt engem, mint akár a többi játékost. És ez így van rendjén, hiszen ez vezethetett oda, hogy megugortad azt a lépcsőfokot az elsők egyikeként, aki a Salzburghoz szerződhetett egy esztendő után. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos lépcsőfok mindenképpen, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy nem csak a pénz okán, hiszen a Red Bull nevét viseli a valamennyi salzburgi csapat az alapítónak köszönhetően, de az már bizonyos értelemben egy másik szint. Nem csak azért, mert hogy játékban, sokkal inkább azért, mert hogy megtapasztalni azt, hogy az otthontól távol miként lehet felkészülni a későbbi pályafutásra, az egy fontos. Igen, mindenképp élet szempontból is, és a jégkorong karrier szempontból is az egy olyan lépés volt, ami aztán később visszatekintve sok mindent segített. Tényleg Amerikára gondolok a későbbiekben, de ugye a Salzburgi lehetőségem úgy jött, hogy egy miskolci U18-as világbajnokságon egy jó páran valamilyen szinten sikerült olyan formát mutatnunk, ahol felfigyeltek ránk, és jó párunkat kihívtak Salzburgba egy edzőtáborra az elején, és akkor jó páran ott ragadtunk. Az első évben tényleg csak az utánpótlásban és a farm csapatban szerepeltünk, az osztrák másodosztályban, a Nagy Gergővel, például osztrák másodikak lettünk a másodosztályú bajnokságban. Juniorban is szép eredményeket értünk el, de aztán a következő évben én felnőtt szerződést kaptam, és a nagy csapatban is szerepeltem 17-20 meccset, ami azért volt akkor nagy dolog, hiszen ugyanúgy az a pontrendszer volt, hogy én mint fiatal, de légiósnak számító 4 pontos voltam. Úgyhogy tényleg egy nagy megtiszteltetés volt az is. Pierre Pagé-nak köszönhettem ott, hogy megadta a lehetőséget arra, hogy már a nagy csapatban is akár negyedik sorban bemutatkozzak és játszak meccseket, ami Fehérváron játszottam a második meccset a fehérvári csapat ellen. Úgyhogy igen, az biztos, hogy az is egy mérföldkő volt rögtön a Titán után egy ekkora szintet lépni, és próbáltam minél inkább kihasználni azt a játékos fejlesztést, ami Salzburgban folyt. Mérföldkőről mérföldkőre haladunk, hiszen jött Amerika. Abban az időszakban ez egy kiugrási lehetőség volt, ez ma is így van, annál is inkább, mert hogy Amerika, Kanada, tehát az egy csoda, függetlenül attól, hogy melyik osztály, arról nem beszélve, hogy bár mostanság azt látom, hogy azért Svédországba, Finnországba is mennek, tehát Európában maradva a fiatal tehetségek,
de akkor ez egy különös kiugrási lehetőség volt, és hát a Laredo Bucksban pedig egy fantasztikus szezont zártál, még mindig nagyon-nagyon fiatalon. Igaz, hogy nem NHL szint az, de ez egy fiatal számára mindig rendkívül jó tanulópénz. Igen, fontos volt az, hogy amikor első évben odaértem Amerikába, nem sok mindent tudtunk igazából, kevesen jártak előttünk, hogy minden információ meg legyen arról, hogy éppen én is, hogy a CHL, hogy akkor ez a CHL, akkor mi volt, milyen bajnokság volt, milyen erőt képvisel, és amikor odaértem, kicsit meg voltam ijedve, mert nagyok voltak, gyorsak voltak, ütköztek, és olyan stílusok itt játszottak azon a kis pályán, amivel korábban még nem találkoztam, úgyhogy nagyon gyorsan kellett alkalmazkodni, hogy az ember felvegye azt a ritmust és azt a fajta, mindig kérdezik, hogy milyen erősségű bajnokság. Nem nagyon lehet összehasonlítani, mert más játék folyt a jégen, úgyhogy, de aztán szerencsém volt beilleszkedni, és rögtön egy olyan sorban találtam magam, ahol szinte egészében megragadtam, és egy nagyon sikeres szezont zártunk igazából egyénileg, de csapatként nem volt olyan a teljesítményünk, hogy rájátszásba odaértünk volna. De aztán nekem ez elindított egy nagyon szép kis 4 éves kalandot, és az a szezon megalapozta azt, hogy komoly lehetőségeim legyenek az azt követő években. Annál is inkább, hiszen majdnem meccs pont átlagod volt. A 64 meccsen játszottál, 52 pont, az egy fantasztikus ilyen fiataltól. És jött a következő lépcsőfog, a HL. Azt hiszem, hogy Cincinnati-ban már tudtál bizonyítani, hiszen az megint csak egy fontos lépcsőfok volt. Fú, igen, kalandos kis után vezetett Cincinnati-be, azt valószínűleg még egy másik helyen tudnám folytatni, de igen, nagyon fontos volt, hogy a CHL-ből egyet tudjak lépni előre, és rögtön az ISCOS-ba találtam magam, a Cincinnati csapatánál kaptam szerződést, de ők már egyidejűleg beajánlottak egy AHL campre, ami még egy osztálya feljebb, tényleg az NHL lépcsőfoka, és ott voltam edzőtáborban egy hetet, aztán visszamentem Cincinnati-be, és ott elkezdődött az év, és aztán decemberben kaptam meg az első telefonhívást, hogy hivatalosan is le fogom játszani az első AHL meccsemet. A St. John's Caps-hez Kanadába, úgyhogy hát az egy olyan, az a telefonhívás egy olyan élmény volt, amit tényleg az ember ezeket a pillanatokat egyszer éli át az életben, és az ott egy picit segített abban, hogy lássam, hogy tényleg jó utat jártam be, és ott vagyok, ahol akkor éppen szerettem volna lenni. Kimondhatjuk, hogy ez a 4-5 év, ez meghatározó volt a későbbi pályafutásodban is? Igenis, meg nem is. Voltak olyan évek, és főleg az első kettő, ami kimondottan tényleg, mintha meg lett volna írva, úgy történtek a dolgok. Nagyon jó első szezon után East Coast, és aztán az AHL-be találtam magam pillanat alatt. Az egyik legkeresettebb East Coast játékos lettem, akiket folyamatosan fel akartak hívni az AHL-be. Ugye nekem nem volt AHL szerződésem, hanem a Coast-ba voltam. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon jó kezdet volt, de aztán jött egy gyengébb év, akkor volt az NHL lockout is, ugye, és nagyon sok játékos jött lejjebb, és ez eléggé megnehezítette az én helyzetemet is. De ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy nem nagyon szeretek feladni dolgokat, és úgy voltam vele, hogy igenis bele fogok állni még egy negyedik évbe, és megpróbálok mindent feltenni annak érdekében, hogy még visszaküzdjem magam az AHL-be, hiszen úgy éreztem, hogy tudnék azon a szinten játszani. Ez sajnos nem adatott meg, de azt gondolom, hogy egy fontos 4 év volt a pályafutásomban. Annál is inkább, hiszen egy tinédzser indult el Amerikába, és egy felnőtt jött haza. Arról nem beszélve, hogy 2009-ben pedig már bekerültél a válogatott keretbe, az egy nagyon-nagyon fontos lépcsőfok, mondom én, hiszen nemzeti színekben játszani ezt a játékot egy folyamatosan fejlődő válogatottban, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó időszak. Az első válogatott mérkőzésedre hogy emlékszel?
Hát az első válogatott mérkőzésem, az pont most gondolkodtam rajta, amikor a Vasas Jégcentrumban voltunk, hogy én mintha úgy emlékeznék, hogy ott volt az első válogatott meccsem, és rögtön két góllal sikerült betalálnom a játék közben is, a norvégokkal játszottunk, és aztán a büntetőlövést is kaptam, és azzal is sikerült élnem. És pont most aztán 10x évvel azután ugyanúgy a Jégcentrumban zajlott a felkészülésünk ugye a világbajnokságra, és nagyon szép emlékeket idézett fel. Tényleg a válogatott az egy kiemelkedő helyen szerepel az embernek a szívében. Azt gondolom, hogy minden sportoló nevében beszéltek, hogy ahogy az AHL telefonhívás egy olyan pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy megérte ezért dolgozni, ugyanúgy minden egyes telefonhívás, amikor az ember a válogatottban tud szerepelni, az hasonló örömöt okoz, és az ember képviselheti a nemzeti címert. Úgyhogy igen, örülök neki, hogy egy pici kiadjás után újra ott tudtam lenni a nemzeti csapatban. Ugye 2009 és 2016-ban voltál A csoportos VB-n, aztán volt 6 divízió 1-es VB, 4 olimpiai selejtező, tehát a válogatott egyik legrutinosabb tagja lettél szép sorban, és ez azért az eredményeken is meglátszott, hiszen az A csoport az persze egy más kávéház, de a divízió 1-ben mindig ott voltatok az élen. Ez mennyit jelent egy játékos pályafutásában, hogy látja, hogy a folyamatos fejlődés záloga, a sok-sok edzés, taktikai felkészülés az eredményre vezet? Hát nyilván ez mindenképp kell hozzá, és az ember szerencsés, akkor meg is tapasztalja, de vannak olyan esetek, amikor sajnos nem is hiába való volt a sok munka. Szerencsére ebben az esetben tényleg megdolgoztunk azért, hogy akár egy szaporó után, ahol mi még csak tévében láttuk az eseményeket, de a következő évben a Nagy Gergővel már ott voltunk a svájci A-csoportos világbajnokságon, mintha egy mesefilmbe csöppentünk volna, és azt gondolom, hogy akkor azért tudatosult bennünk is, és sok olyan magyar játékosban, akár fiatalabban, hogy igenis mi is el szeretnénk érni azt, hogy újra A-csoportos legyen a magyar hoki, de persze nem adnak ingyen egy ilyen lehetőséget, úgyhogy nagyon keményen meg kell küzdenünk érte, és nem véletlenül telt el 7 év, hogy ez a munka beérjen, és aztán Krakkóban beteljesüljön. Krakkó egy csoda volt, ugye? Úgy értétek meg? Krakkó abszolút egy csoda volt. Az egész egy hét, vagy az előtte lévő felkészülés is. Azt gondolom, hogy én biztosan, de szerintem a csapat többi tagja is, ahogy beszélgetünk utólag, hogy valamit lehetett érezni a levegőben, hogy itt valami különleges fog történni. Mindenki egy irányba húzott, tényleg nem voltak kérdések, mindenki elfogadta a helyét, és tudatosan mentünk előre. Nem tudnám tehát nem úgy, mint mondjuk idén, hogy egyértelműen mi esélyesei vagyunk annak, hogy feljussunk, viszont legbelül mi ezt éreztük, hogy ott Krakkóba olyan erőt képviselünk, mint csapat, hogy nagyon nehéz lesz minket megverni, és aztán ugye tudjuk, hogy mi lett a vége. Mielőtt mennénk tovább, egy kicsit beszéljünk a szövetségi kapitányokról és az edzőkről. Ez nyilván a napi munka, az meghatározza a klubcsapatban az edző, illetve az edzői tím, de a szövetségi kapitány szerepe teljesen más. Kik voltak azok a szövetségi kapitányok, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a magyar hoki ott tartson, ahol most jelenleg van? Fú, hát nyilván nem mennék vissza abba az időbe, amikor mi nekünk még közünk nem volt, és gyerekként figyeltük, hogy akár a Kercsó Árpitól elkezdve milyen szövetségi kapitányok dolgoztak, hiszen ez azt gondolom, hogy összeadódik az évek alatt, mindenkinek a munkája valamilyen szinten odaékelődik a játékosokba, és aztán az ad egy nagy képet. Nyilván akkor a Pat Cortinának a nevét egyértelműen meg kell ilyenkor említeni, hiszen ő azért bevezetett egy új kultúrát, és általa egyre profibb lett a csapat körüli élet is, és a játékosok hozzáállása is a hokihoz. Tényleg egy szintet ő is mindenképpen emelt.
És hát azért nagyon sok edző volt a Szatortól elkezdve, a Csernó, aki ugye jó pár évig itt volt, és ott is voltak komoly hullámvölgyek, de aztán tényleg a közös munka ott Krakkóban beérett, és aztán az még megkoronázódott egy következő évi átcsoportos győzelemmel a fehér oroszok ellen. Úgyhogy nem feltétlenül emelnék ki egy-két edzőt, hiszen azt gondolom, hogy mindenki nagyon sokat hozzátett, aki dolgozott valahol a csapattal. Ugyanakkor hogy élitek meg a jégen, hogy néha van kanadai, amerikai, svéd, finn, cseh, orosz stílus? Ezt miként lehet megtanulni, hiszen a más és más. Én szerintem ma már a jégkorongban nagyon sok hasonló stílus létezik. Tehát most nem feltétlenül mondanám azt, hogy van egy konkrét finn, vagy egy konkrét svéd, vagy egy konkrét kanadai stílus, hanem ma már olyan szinten vegyültek ezek a stílusok, hogy tulajdonképpen maga a taktikai elem az, ami meghatározza, hogy éppen mit játszunk, nem feltétlenül az finn vagy svéd. Lehet, hogy egy dolog ki van ragadva, akár egy finnek által régen szeretett, és aztán fejlődő új taktikai elembe, de ma már szerintem inkább ilyen általános taktikák vannak, amik nem nevezhetőek akár kanadainak vagy orosznak, hanem tényleg a legmegfelelőbb arra a csapatra nézve, akit beválogat akár egy szövetségi kapitány, és nyilván tisztában kell lenni azzal, hogy milyen korcsázó képességeink vannak, mennyire vagyunk nagyok az ellenfélhez képest, és tudunk agresszívan játszani, mennyire vagyunk technikások az ellenfélhez képest, és ennek megfelelően kell azt a taktikát kialakítani, hogy most ez svéd, vagy kanadai, vagy finn, az szerintem ebben az esetben teljesen mindegy ma már, hanem tényleg, ha egy finn edző van, lehető is olyan okit vár tőlünk az egyik meccsen, amit éppen régen úgy hívtak, hogy kanadai stílus, de ma már egy egyszerűen ez csak egy általános taktika egy hoki meccsre. És ha már az edzőket kérdeztem, akkor a sorokról is hadd kérdezzelek. Volt-e olyan sor, amit kiemeltnek, amit szeretnél kiemelni, akikkel nagyon szívesen játszottál, hiszen az eredményeire nem lehet panasz soha? Hát ugye volt régen egy Nagy Gergő, Sofron István sor, akik velük ugye gyerekkort, tól kezdve bizonyos szinten hasonló utat, de mégis más irányban járt be a karrierünk. Úgyhogy az mindig egy olyan, bár nagyon rég játszottunk ilyen formában együtt, de még a mai napig viccelődünk azzal, hogy még mielőtt befejeznénk, egyszer össze kéne jönni egy olyan sorra, hogy a Nagy Gergő Sofron féle sor. Aztán persze nyilván Krakkóból emlékezetes az, amikor a Sarauerrel és a Frank Benemmel volt a meccsorban, hiszen az egy olyan világbajnokság volt, ahol ők is nagyban hozzájárultak annak, hogy a csapat jól szerepelt, és hogy nekem is egy olyan világbajnokságon volt, amire utólag büszke lettem, úgyhogy nyilván ők is. Megérkeztünk az Ébelhez. Az Ébel évek mennyit számítanak a pályafutásodban? Én azt gondolom, hogy sokat, hiszen a Raktár utcai csarnok lett az otthonod olyan szinten, hogy én azt hiszem, hogy ősfehérváriként elmondhatod, hogy legendává váltál. Igen. Mindig nehéz azért így a fehérvári évekről beszélni, hiszen ahonnan a történetünk indult egészen 3 éves koromtól, egészen 29-30 éves koromig, bár egy pár év külföldi kirándulással, de a fehérvári jégcsarnokhoz kötődött az életem, és persze az Ebel az nagyon sokban hozzájárult, úgy szintén ahhoz, hogy egy átcsoportos csapat legyünk újra, és nagyon sok fehérvári hokisnak köztük nekem is egy olyan lehetőség volt, ahol még inkább fejlődhetett a játékunk, és nagyon sokáig küzdöttünk azért, hogy az, amit a csapat a múlt szezonban beteljesített, azt elérjük, és tényleg örülök neki, hogy azok a játékosok, akik ezzel az úton végigmentek, még ha én már ezt nem is élhettem át velük,
beteljesítették azt, amire mindig is vágytunk, és egy olyan ebben a szezon tudtak produkálni, amire tényleg kivétel nélkül minden egyes játékos, aki abban a keretben dolgozott, büszke lehet, és ez egy olyan pont, ami úgy szintén meg kell, hogy határozza a fehérvári hoki sorsát. Mielőtt Ljubljanába mennénk, azért 2020-ról kell, hogy szó essék, egy fájdalmas döntést hozott meg, illetve a fájdalmas volt a szurkolóknak is. Itt még a műsor előtt beszéltünk róla, hogy megdöbbenéssel néztük, hogy eligazolt ráadásul a Fradiba. Ugye tudjuk, hogy nem kötöttek vele szerződést, ezt nem értjük, ez nyilván a szakmai kérdés. Te hogy élted meg? Nehezen azt tudom. Igen, nagyon nehezen. Nem hiszem, hogy az a kérdés ebben az esetben, hogy én innen el akartam-e menni. Sajnos alapvetően egy szerencsétlen szituáció volt, hiszen sérült voltam az előző évben, lesérültem, és egy komoly műtét várt rám a nyáron, amit a Covid nagyon sokáig tologatott, hiszen nem lehetett megműteni a lábamat, és ezáltal egyre inkább tolódott az, hogy mikor leszek újra játékra alkalmas, és én bíztam abban, hogy itt Fehérváron a csapattal együtt valamit ki tudunk találni annak érdekében, hogy nyilván szerintem ez a hiába a válogatottban van sérültem valamilyen szinten, én ide tartozom, és azt gondolom, hogy egy picit több felelősséggel tartozunk egymás iránt. Én igyekeztem azon tényleg, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy minél előbb felépüljek, és játékra legyek alkalmas, tudjam segíteni a csapatot, de nyilván valamilyen szinten vártam volna egy picivel nagyobb támogatást a klub részéről, ami akár érthető módon is nem érkezett meg, hiszen az már egy második komoly sérülésem volt, és nyilván bizonytalan volt a szemükben az, hogy én milyen játékerőt és mennyire leszek egészséges a következő évben. Arról úgy, nem hogy... beszélve, ugye, hogy a Nottinghami olimpiai selejtezőn volt ez a sérülés. Így van. Valahol aztán kénytelen voltam elfogadni azt, ahogy láttam alakulni a tárgyalást, hogy nem fogunk közös nevezőre jutni, és hát az életem, hanem az egyik legnehezebb döntését kellett meghoznom. És akkor még nem a Fradiról volt szó, akkor egyáltalán csak az derült ki, hogy nem Fehérváron fogok játszani, és akkor ki kell találni azt, hogy hol lesz a folytatás. Igen, hát a Fradi megkapva kapott az alkalmam, bár furcsa látni téged zöld-fehérben, azt meg kell, hogy mondjam. Viszont a válogatottság visszajött, és most megérkeztünk Ljubljanába. Én azt gondolom, hogy az egy fantasztikus papírforma eredmény, vegyük úgy, hiszen a politikai változások okán nagyon sok minden történt a jégkorongban is. Ennek ellenére a papírformát hozni néha a legnehezebb. És azt hiszem, hogy ez egy abszolút siker. Igen, mindenképp. Tehát maga az érzés bennünk, aki mondjuk ott volt Krakkóban, az nyilván más egy picit itt a Ljubljana világbajnokság után, főleg, hogy mondjuk már az utolsó előtti játéknap eldőlt az, hogy feljutottunk, ugye, de azt gondolom, hogy ezért is kőkeményen meg kell dolgozni, és abszolút ténylegesen siker, mert volt már nem egyszer, hogy úgy alakult a dolog, hogy mondjuk jól jött ki a lépés, és tényleg ott van az angol meccs, hogyha nyertünk volna, óriás körbeverés volt egy pár évvel ezelőtt, és aztán pár másodperc a vége előtt nem jutottunk fel az A csoportba, nem az angolok, szóval ez tényleg egy úgy nézve, papírforma feljutás kellett, hogy legyen, de ezek pont annyira nehezek, mint az, ami egy kicsit meglepetésszerűen érkezik, hiszen délkorában kellett játszolunk, akiktől itt a felkészülési meccsen kikaptunk, és nem feltétlenül játszottunk úgy, ahogy szerettünk volna. Arra az első meccse abszolút azt gondolom, hogy mindent fel kellett tennünk, és fel is tettünk, és olyan játékot produkáltunk, ami nem hagyott kérdőjelet abban, hogy milyen céllal érkeztünk meg a Ljubljana világbajnokságra. És aztán láttuk azt, hogy a litván is milyen erőt képvisel, már a szlovén ellen olyan meccset játszottak, hogy tudtuk, hogy velük is meg fog gyúlni a bajunk, és aztán kiderült, hogy milyen fontos volt az a mérkőzés is.
Úgyhogy nyilván szerencsésen alakult az idei világbajnokság abból a szempontból, hogy egy idézőjelben csak egy szlovén volt, és egy osztrák-francia csapat ebből ki lett húzva, de azt gondolom, nagyon keményen megdolgoztunk azért, hogy ténylegesen beteljesítsük azt, hogy feljutsunk a A-csoportba. Hogyan tovább? Egyik oldalról lesz az A-csoportos VB, azt még megcélzod nyilván. A másik oldalon maradsz zöld-fehérben? Hát az A-csoportos VB-t azt mindenképp, azt gondolom, nem nincs olyan játékos Magyarországon, aki abban a korban van, hogy világbajnokságon szerepelt. Szerintem ennek a játékosok nagy többsége neki fog futni, hogy valahogy bebizonyítsa a jövő szövetségi kapitányának, hogy ott a helye A-csoportos VB-n, főleg, hogyha még akár mint rendező ország fogunk szerepelni. Úgyhogy ez egyértelmű cél, és hát valamilyen szinten ennek megfelelően szeretném a következő évet eltölteni. Még nincs róla szó igazából, hogy hol. Elképzelhető az is, hogy a Fradiban maradok, bár titkon nyilván felmerül bennem, ami nyilván 32 évesen, két komoly sérülés után már nem annyira kéne, hogy az ember egy komolyabb bajnokságba játszon, de még mindig ott tartok, és annyira benne vagyok ebben a sportban, azt gondolom, és két olyan évet elvett tőlem az élet a sérülések miatt, hogy még mindig érzem magam, és motivált vagyok abban a kapcsolatban, hogy egy bizonyos szinten egy jó pár évig még el tudjak játszani, és azon a szinten, ami válogatott játékot is eredményez. Most ehhez kívánunk egészséget leginkább, hiszen a tehetség és a szorgalom az nálad kézenfogva jár eredményeket, és hát minden jót az egész családnak, hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy nem árt, ha órami pontossággal történnek a dolgok itt Fehérváron, nálatok, veletek, mert ehhez hozzászoktunk. És majd meglátjuk, hogy Sean Simpson nélkül miként működik a válogatott is, de azért mi a zöld-fehéreknek is szurkolunk most már. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kóger Dániel volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Köszönöm szépen.